hálózati implantáció a foghiányok pótlásának a legújabb és legmodernebb lehetősége, amiről mindnyájan nagyon sokat hallottunk, de nem biztos, hogy tudjuk pontosan, hogy mi is ez. Mi az implantálás? A fogászati implantálás lehetőségével akkor élünk, amikor nincs elegendő pillérfoga a betegnek, hogy számára rögzített fix pótlást készítsünk. Ezekkel az implantátumokkal a hiányzó fogait, foggyökereit tudjuk pótolni. Ezért a magyaros neve műgyökér. Egy fogászati kisműtét keretébe helyezzük be az implantátumokat injekciós érzéstelenítésben. Ha valaki nagyon tart, fél tőle, akkor altatásban is elvégezhető. Egy pici sebet ejtünk az inyen, egy csont előkészítést fúrunk, és a csontba az implantátumokat belehajtva bezárjuk a sebet. Ezután az implantátum 3 hónapig gyógyul, majd 3 hónap után lenyomatot veszünk, és elkészítjük a koronákat. Hogyan néz ki egy implantátum? Hogy épül fel? Az implantálás kezdetén az implantátumok nagyon sok formai típusát próbálták ki. Voltak tű alakú, penge alakú implantátumok. Az évek során a csavar alakú implantátumok váltak be a legjobban. Apró pici hengerek, amelyek külső felületén önmetszőmenet található. Az implantátum belseje üreges, benne egy menetes rész van, ehhez rögzül a fejrész. A fejrész az pontosan hogy néz ki? A fejrész nagyon hasonlít a betegek lecsiszolt fogaihoz, ahhoz a lecsiszolt foghoz, amit a fogorvos csiszolással készít. Ezeket a fejrészeket a implantátumgyártó cég állítja elő egy nyers öntvény formájában, amelyet lenyomatvétel után a fogtechnikusok csiszolással módosítanak, a beteg egyéni helyzetére szabnak, és erre a fejrészre készítik el a koronát, amelyet vagy csavarral, vagy ragasztóval, fogászati cementtel rögzítünk. Tehát amit mi látunk, az már csak a korona része. Igen, maga az implantátum test, vagy implantátum a csont szintig kerül beültetésre, tehát nem látható. Ehhez az implantátumhoz rögzíti a fogorvos a fejrészt, ez már látható, de csak rövid ideig, amíg be nem ragasztja a koronát, hiszen erre a fejrészre ragasztja a koronát, és ezáltal a fejrész is láthatatlanná válik. És amikor elkészül egy implantátum, akkor onnantól kezdve teljesen ugyanúgy fognak kinézni az implantátumok, mint a betegnek az eredeti fogai? Nem 100%-ig. Sajnos a fogelvesztés során nem csak a betegek nem csak a fogaikat vesztik el, hanem az álcsontból és az ínyszövetből is jelentős mennyiség redukálódik, elsorvad. Ezért ezek a fogak mindig egy picit hosszabbak és testesebbek, nagyobb fogak, hiszen az eltűnt csontállományt, ínyszövetet valahogy pótolnunk kell. Természetesen esztétikai módosításra van lehetőség. Fogászati kerámiákat gyártják rózsaszín, íny színű változatban is. A fogak nyaki részére ezt fölhelyezve, fölégetve kompenzálni tudjuk ezt az esztétikai defektust.